És a boltnézőt nagyon nagy szeretettel üdvözöljük. Szia! Szia boltnéző! Szia nem boltnéző! Szia! Péntek van ma. Ma péntek van. Szia! Egyik sem műkszik nekem, mert bénás vagy. A bénásoknak nem műkszik, hogy rúzsozzalak ki a bőrlabellóval. Fiam! Szia! Hello! Szilva, kösz szépen a 3 hónapot! Szexes vagyok? Ne hergeljetek már ilyenekkel, bazime. Tényleg befonom a péniszt. Péniszbefonás lesz. Szevasz, Joker! Szevasz, öreg! Bazd meg, jó, itt vagy, képzeld el? Itt voltak a zsekák, tudod? De mi az a ruha rajtad, bazd meg? Hát te dolgozol? Tudod mi? Undorító vagy. Igen, azt fogom mondani, hogy dolgozok, öreg. Neked is így kéne talán valami alibit, bazd meg. Bemegyünk a bíróságra, megbasztak minket, tudod? Ez a múltkori ügy. Én nem csak bíróságra menni, mert el vagyok tippa. Hát de be kell menni, különben azt mondták, hogy kijönnek és lecsuknak minket. Én meg nem akarok ülni. De minek vetted föl az izét? Azért, hogy azt mondjam, hogy dolgunkába ruhát. Jövök, vagy jó, én, aha. Tudod? Jó, aha. A személy nálad van, mert az kell, tudod, amit adtam? Személy. Kelemen János? Bazen, már nem emlékszem. Már egy picit. De jó, jegyezd meg, hogy mi van oda írva, fogják kérni, azt is bevúkjuk. Jó, jó, vagy nyugodj már, meg mi a faszomat írod is? Lajos, tudjam, kelemen, Lajos vagyok. Lajcsi és a hegedűs. Bazzag, rendes szégyellem magam, hogy munkásruhában vagy. Én ilyen emberekkel nem állok szóba, bazzag. Akkor átöltözve? Hát figyelj, most ez, megmondom őszintén, hogy te dolgozol, én kitagadlak. Irén, kösz szépen az 5 eurót! András, köszön 4 hónapot! Most nagyon szépen... Hát nem, most sem maradjál, de... Á, jó, megdomáltuk. Nem tudom, mi történt. Rossz hatással vannak rád valakik. Értesz? Öreg, nem dolgoztam, érted? Csak fölvettem, mintha dolgozni. Kelemen János, faszom meg Mákos. Meg tudsz nyugtatni? Énekeztek a megben? Persze. Pén mandél szólték rá. Devicsi rózsázsaná. Tudci, dzsabó. Ennyi, ez az ingyenes rész. A többit meg tudod vásárolni Spotify-on, Apple Music-on vagy élőben. Számlát írjak? Megveszed? Hát, 15 000 dollár egy dal. Nem áll öreg, tudod, hogy barátok. Hát, bazeg, jó, mert a barát, üzletben nincs barátság, ezt már megmondtam. Jó, ez igaz, de én is adtam már neked sok mindent úgy. Hát most erre... Hát jó van, mert te hülye vagy. Hát nem szabad adni semmit úgy. Hát de azért, mert mai világban. Barátok már, szinte tesók vagyunk, érted? Hát nincsen az üzletben ilyen. Hát mi a faszomat csinálsz? Megnéztem, hogy működik a kormánymű rendesen, mert jobbra húzom, de nem. Assza kurva. Meg ideges vagyok. Hát ne idegeskedj, Joker. Nem szabad idegeskedni. Jó, akkor te vagy. Kelemen János, igaz? Lajos, Lajos, bazd meg! Lajos, Lajos, Lajos. Bazd meg, látod? Ennyire izgul. Komolyan mondom. Jó estét, szevasztok! Pakor össze ruháim! Bazd meg, itt nagyon sokan vannak. Mi a faszom van itt? Valami ingyen van? Azt tudja. Nagy gazdag autók, minden. Vaját, felállok oda, nehogy megbüntessenek még. Persze, te elviszik a, meg ezt a szart is. Gergő, kösz szépen a szubot! Hunor, kösz szépen! Azaz, jó, törd össze a gecibe. Na, de hol az idézés? Gyere! Nem bírok szaladni, szúr az oldalom. Nem is akarok szaladni. Csak kocogok így, sunyiba. Nem kell sietni. Azt mondták, hogy 8-20-tól kezdődik, hát mi itt vagyunk időben, vágod? Nem jó a hang? Hát mi a baj a hanggal? Vagy Csimi, lehet, hogy a szopásüket étesz, akkor nem hallasz? Vagy mi? Lehet, hogy egy kicsit halkak voltak a többiek, de följebb vettem. Merre kell menni, Joker? Gyere, hebe, gyere velem, gyere. Jungták, kösz szépen! Engem nyomogat a szuperzsát. Majd a hangszálat hangosan legyen, oké? Okay? Hát bazd meg... Jó napot, uram! Honnan tudjam, hogy hogy van? Biztos hangos. Jó napot! Megjöttük, ahogy hozták az idézést. Itt merre kell menni? Tiszteletem, jó napot, főnököm! Jó napot, jó napot! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Köszönjük, jó napot! Üdvözlöm, jó napot! Rendőr úr, jó napot! Tiszteletem, jó napot! Tisztelet, jó napot, tisztelet, 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 tisztelet. Jó napot, jó napot! Tisztelet.
Sziasztok. Assza kurva, milyen mamutszak van itt, bazd meg. Szevasz Lali. Szevasz Lajos, te mi a kurva anyádat csinálsz itt? Hát, mi miattatok vagyok itt? Hát bűnösök bűnhödjenek. Tiszteletem, jó napot! Tisztelet. Tisztelet. Még a Mátét is ide fújta a szél, ez igen? Assza kurva. Úristen. Három telefon csöng egyszerre. Egy marrébb. Már barabás, köszi 9 hónapot, Tobi az ezrest. Kicsit izgulok. Köszi szépen. János. Lajos. Tudom, hogy Lajos vagy. Hát jó napot, biztos úr, tiszteletem. Mi a helyzet, mindenkinek, piam? Szólt hozzád, Lali, bazd meg. Tiszteletem. Jó napot kívánok. Viszont kívánom az úrnak is. Ki halt meg. Most mi a rogyba tekert lópasz van? Hát gondolom, tiszteletem. Tehát most ne izguljál. Az, hogy levág az ideg. Jó helyzet. A gyerektartást is fizeted majd, Lajos? Csak mondom, úgy de készítsed nem magad. Nem vagyok terhes. Nem te vagy terhes. A végítélet kihalt meg senki. Szevasztok. Sziasztok, hello. Te nem tudom, ember nélkül akartok? Redni? Ezt már kérdezni akartam. Elnézést, biztos úr, hogy kérdezzek már magától. Mondja. Most itt mi arról, hogy most faszom történik? Hát, ezt majd mindjárt meglátja. Az amerikai bírósági végrehajtó kar büszkén mutatja Brett Jacobot, illetve Dr. Herman Péter, akik közül mindketten főbírói tisztséget töltik be az amerikai bírósági végrehajtó kar szervezetében. Tehát kösz szépen, volt néző, kösz szépen, neked is. Pazd meg, hát én a Petivel együtt járt a vizébe, iskolába. Tényleg? Persze, megbasszuk a WC-be őt. Ezt ösperem. Képet láttad be? Nagyon jó kérdés. Köszöntöm a kedves. Én sosem énekelik a himnuszt. A bíróság megkezdi az ülést. Red Jacob vagyok. Nyomozó, illetve az... Bábassz, hogy nem? Vagy ilyesmi. Nem, ja, azt hittem, bocsánat. Elnézést. Bocsánat, pőrök. Úristen, jól van, kollega. Tessék. Elájult. Segítsek, elizé vagyok, első segélyből ott vagyok. Szívmasszást kell alkalmazni. Tisztelt jelenlévő kis bíróság, a nevem Dr. Herman Péter, az amerikai bíróság végrehajtókar főbírója. Az ügy száma a mai nap a 222-es, ügyet fogjuk átvenni. Az amerikai bíróság végrehajtói kar ezen tárgyalása most hivatalosan megkezdődik. Bíróként felelősséggel tartozom mindazoknak, akik részt vesznek ebben a jogi folyamatban, és elkötelezett vagyok az igazság kiderítése, a törvény betartása és a méltányos döntéshozatal mellett. Kérem a jelenlevőket, hogy tartsák tiszteletben a bíróság rendjét és a méltóságát ezen tárgyalás során. Minden felett arra kérek, hogy az eljárás során tartsa be a törvényes előírásokat és az etikai normákat. A tiszteletteljes kommunikáció, a kölcsönös tisztelet és az objektív tényfeltárás hozzájárulnak ahhoz, hogy a tárgyalás eredménye igazságos és elfogadható legyen minden fél számára. Az ügy részleteinek és a felek azonosításának ismertetése után mindenkinek lehetősége lesz elmondani álláspontját és prezentálni az ügyre vonatkozó érveit. Kérem a jelenlevőket, hogy minden szükséges dokumentumot és bizonyítékot készítsenek elő a tárgyalás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Az eljárás során mindenkitől elvárom a tiszteletteljes és együttműködő hozzáállást. Az igazságügyi rendszer hatékony működése érdekében szükséges a jogszabályok tiszteletben tartása és a bírósági döntések tiszteletteljes elfogadása. Köszönöm a figyelmüket és az együttműködésüket ezen tárgyalás alatt, az ügy hivatalosan megnyitva, és áttérünk az elsődleges ügyek ismertetésére. Kérem, foglaljunk helyet. Éjjel, de reklam. Assza kurva. Csendet kérünk a telepet, köszönjük szépen, kérdés, egybegyűltet. Tiszteletem. Én nem tudok mozogni. Elsősorban szeretném a rendvédelmet megkérni, hogy ismertesse a vádpontokat, illetve a vádlottat és a védelmet. Ide fog. Le lehet ülni. Na végre. Ismertesse a védelmet? Nem akkor ne fel. Nem, te. Nem azt mondta, hogy... Kurvára nem
Üdvözlöm a rendvédelmi részeket hallgatjuk meg magunkat utána. Köszönöm szépen. Megkérem itt a rendvédelem részéről a rendőr urat, hogy ismertesse a vádpontokat. Jó van, így is. Üdvözlöm a tisztelt bíróságot, Kolompár Zéró hadnagy vagyok. Az komoly. A vádpontok a következőek lennének itt a jobb oldalon ülő úriemberre szemben. Amik a következőek, illegális fegyvertartás és illegális fegyver árulása, továbbá illegális drogterjesztés és birtoklás, valamint... Hamisok iratok! Elnézést, kérjél, hogy neki a bájon közben, köszönöm! Van, bocsánat! Testisértés és hamis okirat. Milyen sertés? Igen, az én voltam! Testisértés! Milyen sertés? Továbbra is megkérném, hogy neki a bájon közben, jó? Köszönöm! Bocsánat! Folytassa, rendőr úr. Akkor testi sértés volt még a vádpont, és hamis... Ez a jó kibasszak az anyáig. Kolompár zéródzik, bassza kurva. Kérem, ismertesse az eljárás meneteit, és a perindítása előtti eseményeket. Ádik össze az ezrest! Egy bejelentésre érkeztünk a Kockapark területére, és itt a fiatalembernél átkutatás után megtaláltuk a bizonyítékot. Öregesebb volt ott, verd be a csetbe! Ami ugye egy illegális lőfegyver volt. Ahogy meg ez az. Kábítószer, és ismeretlen eredetű okmányok találhatóak. Áldik össze az ezrest! Majd miután bevittük a rendőrkapitányságra, hogy popázzak hátulom úgy. Nem tudta igazolni magát. Megszúrjak valakit? És így hivatalból följelentettük. Rendben, kérem ismertesse a vádlottat velünk. Üdvözlöm az urakat. Az történt sajnos, hogy 20-20-ra kellett érkezni, kérem menjenek el már. Nem lehet benne menni a tárgyalásra. Hát pedig még ide értem. Rudolf, kösz a 2 CHF-et. Az úriembert Frank Cassulnek hívják, mint kiderült biekben. Rendben, köszönöm szépen, rendőr úr, visszamehet a helyére. Felszólítanám Frank Cassult a pódiumhoz, amennyiben szeretné megvédeni magát, és cáfolni szeretné az ellene felhozott köszönöm. Vádakat. Szuba. Köszönöm szépen. Bűnös! Nem tudom megvédeni nagyon magam. Ezt azért bűnöző. Vagy itt menj ki, azt mondjál valamit. Boros férfi. Hülye gyerek. Na, most pofázzál amúgy, hogy itt vagyunk, most pofázzál. Uram, fékezze magát, legyen. Bocsánat, nem bír az indulataiban a kollégám, bocsánat. Jó napot! Szétment az ideg! Az emlékek, ahogy megvertek! Fekbe baszta itt a barátomat! Megkérnék egy rendőröt, hogy az urakat csicsítsenek, köszönöm szépen! Maradjanak csendben, legyenek szívesek! Ne zavarják a tárgyalást! Hallgatjuk, uram! Mr. Frank Castle kezdheti akkor, kérem ismertesse az ember. Akadozik a hang, srácok! Hát 25 éves vagyok. Már a híd alatt élek több mint 4 éve. És... Nem tudom, mit kell mondani most. Az igaz, ilyenkor... A lehetőség szerint az ellen felhozott vádakat próbálja megvétózni, vagy valamit csinálni. Van, akinek jó a hang? De hiába mondok bármit is. Én leszek a hibás. Elnézést, uram, de most... Vagyok. Így van, Lajos a hibás. Most abszolút egy maradjon csöndbe. Bocsárok, szélni. Mi az, hogy objektív? Lehetősége van arra, hogy megvédje magát. Ezt nem tudja. Írják, hogy nálam jó a hang. De akkor mivel? Azoknak szól ez a stream, akire jó a hang. Az ön ellen felhozott vádak a következők. Illegális fegyverbirtoklás, illegális fegyver árusítás, drog terjesztése, valamint testi sértés a kettő úrral szemben. Akinél szar a hangnak nem szól ez a stream. Szemben ül, valamint hamis okiratok birtoklása. Ezen vádakkal ön egyetért és elfogadja, vagy Ákos, szeretné esetleg szóval megvétózni őket, és felhozni az érveit azzal kapcsolatban, hogy ezek miért nem lennének igazak önre? Hát elfogadom. Mert hát... Meg se próbálja magát megvédni. Hát de most, ha megvédem magam, ugyanúgy ott volt nálam a fegyver. Szegény Lali. Lánszalot, kösz az 5 subgiftet, nagyon-nagyon szépen, kösz haver. Elnézést, tudom. Amennyiben ön azt mondja, hogy beismeri ezeket a dolgokat, ezért beismerő vallomásként fogjuk kezelni, viszont még lehetőséget adok arra, hogy még egyszer megpróbálja megvédeni magát, mivel úgy gondolom, hogy én hiszek az ön ártatlanságának, és bízok abban, hogy
ön, hanem egy ilyen ember, akinek előállítják. Szóval kérem, próbálja még egyszer, viszont amennyiben nem szeretné, akkor ezt egy beismerő vallomásnak tekintjük, és az ügyet hamar lezárjuk. Hát igazából én nem értem, hogy a Jokerék miért haragudnak ennyire rám, mert már nagyon régóta együtt lakunk a híd alatt, és az öreg embert nem is úgy hívják, ahogy vallja magát, hanem Hector, Flektor. Ez hazugság. És hát ő Lajos. Csöndbe legyenek már. De nem bírok csöndbe lenni, mert ilyen hazugságokat hordanak itt össze. Maga is el fogja tudni mondani a véleményét. Most már popán baszom ezt a passzopót. Tényleg pörlegesít el, pogas geci. Csönd legyen. Szóval, bocsánat. Úgy történt az egész, hogy mi mentünk ugye a publikus garázshoz, mert az öreg pont kapott egy szép autót, és azt akartuk megmutatni. Alapból a jogosítvány nélkül vezette, és a Joker is, én a Jokerrel mentem, ő vezetett, és mikor megállítottak a rendőrök, azt mondta, hogy én vezettem, és így engem kutattak át, tőle ezek kérték a személyét, és végig hazudott mindenkinek. És mindent rám fognak. Na, meg kérhetem, hogy picit próbálj magát összeszedni, és nehogy itt idegen szomlást kapjon. Köszönöm. De, jó. Rendben. Valamint meg szeretném kérni arra, hogyha szeretném felhozni bármiféle érvet, akkor azt a tárgyalással kapcsolatosan tegye meg. Mi az az érv? Jelenleg, ami... Segíthetünk neki, vagy úgy elnézést? Elnézést. Ki kell vezettetni a felemből. Szóval... Amennyiben szeretné önmagát megvédeni, akkor az ön ellen felhozott vádakkal kapcsolatban tudja megvédeni magát. Úgy gondolom, hogy a rendvédelem munkája, hogy nem kértek mástól a személyt, az nem ide tartozik. Innentől kezdve a közé mondatokban kérem, akkor azzal kapcsolatban mondjam valamit, mit tud mondani az illegális fegyverbirtoklás, árusítás, drogterjesztés, testi sértés, valamint hamis okiratok birtoklásával kapcsolatban. Hát én soha életemben nem is gondoltam volna arra, meg szerintem nem is tudnék hamisítani személyi igazolványt. Még nekem sincs személyi igazolványom, nem hogy hamisítsak. Elnézést, a vádat félreérti, önt nem a hamis okiratok kiállításával vádolják, hanem a hamis okiratok birtoklásával. Ja. Hát de nem volt nálam semmilyen okirat, akkor meg hol? Lőfegyverek birtoklása, drogbirtoklása, arra mit tudsz felhozni, Jake? Drog se volt nálam, mikor átkutattak. A lőfegyver valóban volt nálam, de náluk is volt, mert együtt indultunk el a híd alól, csak hát őket nem... Maradjanak már csöndben, utoljára kérem. Jó Isten lesújtott a hazugokra! A jó Isten jelen van! Csendet szeretnék kérni a tárgyalóteremben. Tisztelt bíróság! Jó van, uram! Golyó általi köteles villamos széket neki! Elnézést! Uraim, hamarosan ön is megkapják a szót! Két úriember csönd! Ricsi, kösz szépen! Azt a kurva! Legnagyobb szóbsz! Pénzek! Elnézést! Szépen, bíró úr! Nagyon király, köszönöm! Szót kérhetek? Hagy kérjem már szót! Pillanat! Megvárjuk, amíg ott a... Megvárjuk, amíg Mr. Frank Castle fel kell a pódium mögül. Igen. Na. Vagy így a szeket, ezt tudod mi? Ez a kapfelhűségnek a jele, csak én. Kérdezettek egy pohár vizet? Nem, köszönöm. Rendben. Szóval, hogy mikor elindultunk a híd alól együtt, mindenkinél fegyver volt. Krisztián, kösz a szobat. És őket ugye nem kutatták át, csak gondolom, mivel a Joker beszélt a kollégával, és hazudta ezeket, hogy drog van nálam, hamis okirat, így átkutattak engem, és így ugye kiderült, hogy van nálam lőfegyver, és szúróvágó eszköz. De azt tudom tanúsítani, meg a kollégájuk is, aki átkutatott, nem tudom, hogy itt van-e, hogy drog nem volt nálam, és okirat sem, semmilyen. A Jokernél pedig volt egy hamis okirat, amire azt mondja, hogy így hívják.
De hát ő Joker Jack Napier, nem is értem, honnan találtak ki ezt a nevet. Napier. Uram, 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 mag is szót fog kapni, uraim! Uraim! Maguk is szót fognak kapni, maradjanak csöndbe! Csöndet szeretnék kérni a tárgyalózat, szeretném felinteni azokra a következő tényekre, hogy a bíróságon csak is az igazat és az igazat mondhatják az urak. Amennyiben kiderül, hogy hazugságot terjesztenek, akkor az a hatóság, valamint a bíróság félrevezetésének vágyával is szembe fognak nézni, ami súlyosbítja az önök helyzetét. Mivel engem anyukám arra nevet, hogy csak az igazat mondjam, én nem hazudnék soha. Rendben. Mr. Frankcastle, köszönjük szépen, kérem foglalja a helyet, megadom a szót. Ott a... Hazug vagy, Lajos. Felkérem Kelemen Lajos úriembert, hogy fáradjon a pódiumra, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tiszteletem uraim! Jó napot! Menj, Lali, nyomjad! Nyomjad, Lajoska! Nyomjad! Tiszteletem! Maga még továbbra is, majd akkor beszélni, amikor ön lesz a pódium. Szégyed magad, te mocskos gyerek! Bocsánat, elnézést! Följöttél zabálni? Uram, legyen uram, szíves a bíróság felé! Bocsánat! Uram, amennyiben sértő megjegyzéseket tesz továbbra is Mr. Frankcastle-re, köteles vagyok elvenni öntől a szót. Köszönöm szépen, tisztelettel bejelentkeznék, jó napot kívánok, Lajos vagyok. És semmilyen sértőt nem mondtam, csak megkérdeztem, hogy följött-e zabálni. Mert ma reggel még rám írt telefonon, hogy föl akar jönni zabálni tisztelettel, aztán most meg itt ilyen helyzetbe kerültünk. Hát, és itt a bűnlajstromot azért elég pontatlan volt, mert szexuális zaklatása is meg lett vádolva az úr, ugyanis itt a piros pólós barátomat segbe baszta az akarat ellenére, tisztelettel megjegyezném. Ne felejtsd el, amikor ültél a ladába, tudod, és... Almás paralízised volt. Így van. Tehát többszörösen kizsákmányolta a testünket, amit megértek, mert hát azért ezek a küllők tényleg ebbi egyesek, csak azért kiegészítésképpen mondok. Az összegyűlteket megkérném, hogy mindenki rendben, uram, a telefonját. A következőkben kérem sorolja fel azokat a sérelmeket, amit feljelentést tett, valamint fertilított. Először is. Stephen Kessel ellen. Tudni illik, hogy néha sajnos egy... betegség szövődménye kapcsán lebénulok nyaktól lefele. Ez időszakos. És olyankor egyébként, olyankor a fiatalember nagy fogaival, meg a nagy szájával mindig betámadott engemet, és leszopott. Meg kimondom így, ahogy van. Bocsánatot kérek. És az ujját kellett szagolgatni, meg visszaért a helyzettel, a kiszolgáltatott helyzettel, és ilyen sérelmeken kellett keresztül mennem. Lajos Epstein. Szégyed magad. Kösz szépen, Rudi. Rendben, kérem, folytassa, amennyiben van még esetleg pár mér, amit szeretnék. Így van, egyszer volt egy malacom, akit megbaszott szintén, és akkor belehalt az ebben a sérülésekbe. A barátomat többször megszoptatta, megpulykázta, holland kemencézett vele, és tulajdonképpen a tűzokádó sárkánytól a kalózos figurát mindent eljátszott bele, akarata ellenére. Lajos pedig gonosz kacajjal, félig álló passzal tulajdonképpen élvezte a helyzetet. Ezek az igazságok. Az ominózus napon pedig tele volt fegyverrel, kábítószerrel, és mindenféle ketamin bászatot végbélkúppal tolta föl magának különböző helyeken, és egy. Szóval szeretném itt polgártársai előtt és a bíróság előtt fölrúni ezeket a vádakat, és nagyon remélem, hogy igazságos eljárás közepette fog elítélésre kerülni a fiatalember, ahol is 8 év kötél általi golyóval megfűszerezett villamosszék lesz a jutalma. Köszönöm. Uram, elnézést, mielőtt még visszajön a helyére, lenne egy pár kérdésem. Parancsoljon, tessék, főnököm. Ugye itt az előbb említett különféle vádpontokat, amik kimerítik többszörösen is a szexuális zaklatást állatok, valamint ön ellen is, és a barátja ellen is. Ezek ugye újabb vádpontok, amik megjelentek Mr. Frankcastle ellen, viszont szeretném hallani az ön nézőpontját, valamint az ön beismerő vallomását azzal kapcsolatban, amik eddig is fennálltak, tehát az illegális fegyver birtoklása, valamint árusítása, a drog terjesztése, valamint árusítása, a testi sértés, valamint a hamis okiratok birtoklása kapcsolatban. Ezekről nekünk mit tud mondani, uram, mivel ön is jelen volt a helyszínen, valamint az esemény ideje, megtörtént ideje alatt, ezért szeretném hallani, hogy ön mit tud nekünk mondani erről. Jó, akkor elmondanám, hogy Kastélyos Peri úgy viselkedett, hogy tulajdonképpen zsarolt minket végig,
és rávett minket mindenféle fedezési dolgokra. Itt, amikor megállítottak a csöves pakabátok Kolompár Zero kapitánnyal együtt, akkor kiszállítottak minket a gépjárműből, és Lajos pedig, mielőtt megálltunk, lehúzta a nadrágját, és a Jokert passza fölpopozta, azért van neki ez a lila csík az arcán, hogy meg ne szólaljon. Így van. És ráadásul úgy, hogy nekifutásból a hátsülésen, és mondta, hogy nehogy megszólaljunk, különben segbe leszünk robbasztva. Érti, pörnököm? Össze fogunk omlani, mint a Máté Szalkai pékség. Azt mondta, ez a vámpír. És akkor utána megállítottak minket, kiszálltunk, egyből kihúztam magam, mert azért mégiscsak kidobó múltamban, tudja, hogy azért volt ott egy rendőrasszonság. Hú, annak még a pingja sem volt büdös, ezt azért hozzátenném. Szóval a verébarcú kiszállt, azt elkezdett peszengeni, mint Jézus a kereszten. Aztán a csöves pakoporsó pakabátoknak a libagyakú barátom beköpte ezt a verébgecit. Az meg behajlott, mint a sóskifli. Érti? Elnézést, egy picit fékezze magát itt. Bocsánat, a kifejezések terén. Ja. Most megkérném, hogy lehetőség szerint a tárgyhoz tartozóan foglalkozó. Hát ide jó, figyelj, csak azért most mondták, hogy meséljem el, hogy történt. Ezek hát voltak. Igen, de uram, ne úgy, mint egy mesét, ami szó szerint mese, hanem szóval a tárgyhoz kapcsolatban rövid tőmondatóba. Szóval ki volt taposva idegileg, mint egy rendszerváltás előtti torracipő, és akkor itt letartóztatták, mert a libanyakú kollega, akinek a szája olyan, mint a kutyát szopott volna, beköpte őt, ezt, hogy le van terrorizálva. Az kispados, alsóágyas volt végig a kapcsolatukba, és akkor letartóztatták a Zero kapitány őrmester szupercsapat, ezt a csúnya férpit. És igaz volt minden bád. Köszönöm. Értem, rendben, helyet foglalhat. Köszönöm szépen, de köszönöm szépen, Péter úr, köszönöm. Halló. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Halló. Köszönöm Bocsát. Még egyszer, köszönöm. Éjjön, éjjön. Jó beszéltél, öreg, jó, minden szabad igaz volt, jó? Így van, gonosz Lajos. Péter úr, köszönöm! Azért úgy viszket a picsám. De dicsér az anyósom, hát. Most mi van? Nyertünk? Népiár. Beszélj, macsend. Rendben. Akkor a pódiumhoz szólítanám Sweet Jennát, aki a rendvédelem részére fogja képviselni, valamint tanúképpen jelen. Az a rendőrnő. Maradjonok nagy csöndbe! Válasz csendet szeretnék kérni az úriemberektől. Fogd már az asztalt, mert fölborult bőle át a paszom. Ott elnézést, ott valaki nagyon összesült. Az a valami nagy baj van. Elnézést, van technikai problémák akadtak valószínűleg Mr. Mrs. De, de ott valaki összesült. Hát én kiszoptám a hangszálló, hogy főnök asszonyom. Covidos. Szarát púposra szoptám magának. Én esküszöm. Nézem. Szerintem jó kéne legyen elvileg. Jó, most már jó. Úgy halljuk magát, mint meg senki más. Szóval Mrs. Finchennek kérem, akkor ismertesse velünk a rendvédelem részéről, hogy mik történtek, kérem. Faszol. Csendet! Tiszta pörkölcsapos, fajszos vagy. Szeretnénk hallani az ön pont, álláspontját, hogy mi történt a kihallgatás során, a igazoltatástól elkezdve a kihallgatásig. Valamint közölje a tényeket, kérem. Nem lehet hallani őt egyébként valószínű. Addig megnézzük, hogy mi a helyzet veletek. Itt van-e a beletek? Mi más vagyunk, mint a többiek. Ő? Mrs. Vigyan, a tisztában van vele, mik a vádpontok? Mr. Frankesszel kapcsolatban? Igen. Rendben, akkor kérem ezeket, ha mennyiben tudja alátámasztani vagy cáfolni, azt ossza meg velünk mindenféleképpen a rendvédelem részéről történt igazoltatás, valamint előállítás során. Átkutattuk az urakat, és olyan dolgot találtuk náluk, ami nem szabadott volna. Meg tudnál nevezni a tárgyakat, kérem? Drog, fegyverek.
voltak náluk. Elnézést, a náluk, azt hogy érti több eszámban? Mr. Frank Kessőre érti, vagy pedig jelenleg a védelem, vagy jelenleg a védelem tagjai is náluk, és ők is birtokoltak kábítószert esetben. Hagyos az ügyük, Joker, tudod? Hát az öreg csöveszt. Csendet szeretnénk kérni, köszönjük szépen. Nem szabad. Dormi, kösz szépen. Fejezzük már be a terembe a beszélgetés. Így van. Kus. Frank Castle-nél találtunk drogot és fegyvert is. Hoppa! Csak Frank Castle-nél, rendben. A kérdésem a következő lenne. Frank Castle-nek volt esetleg fegyvertartási engedélye? Nem találtam nála. Rendben. Lőszerbirtoklás, az hogy állunk azzal? Hány lőszer találtál a kollégina? 50-et. 50 lőszer, rendben. A kérdésem akkor még a következő lenne, hogy ezek után milyen viselkedést tanúsított Frank Castle az igazoltatás során, valamint az előállítás alatt? Normálisan kezelte a helyzetet, de utána mérges lett, megvadult. Mint a csődör, úgy megvadult. És utána vittük be. Szexelni is akar. Aha. Oda bent mi történt? Én holnap köszök rendőr, képzelj el. Mondd el azt is, Frank, hogy siposéknál is volt rá rohadék. Kik azok a siposék? Ne hazudj el. Mi történt a kihallgatás során? Mondd a benti részletek is nekünk. Ádi, kösz szépen a 800-at. Jung, kösz a subgiftet, nagyon-nagyon szépen kösz. Köszi szépen. Tanúsítgatta, hogy ő nála nem volt semmi. Pedig ugye többször is átkutattuk. Doki, kösz a 2 hónapot. Igen. Azon kívül van fontos dolgok. Történtek-e olyan dolgok, aminek nem kellett volna a kihallgatás során megtörténnie? Illetlenül érintette meg magát, mondjál nyugodtan. Maradjon már csöndbe, legyen kedves. Már sokat gyára szólok. Én szemtanú vagyok, főnök. Értem, kapott szó. Most a tanúskodást? Szeretné elfoglalni. Milán, kösz az ezrest. Igen. Rendben, akkor köszönjük szépen. Baszik, ennyire csönd még sosem volt a streamet. Rendben, akkor megkérném Troy lenni. Harper urat, vagy... Harper, én vagyok az, csokolom. Szia Troy barátom. Hajrá! Add ki magadból. Ruhában jelenek meg, csak tudja, tisztes dolgozója vagyok ennek az államnak, és hát nem volt időm átöltözni. Jelenésért. Ferenc, kösz az ezrest. Laggol a Joker. Lajos. Igen. Szóval elnézést kérek a ruhám megjelenésért, csak dolgozok, tisztes dolgozó vagyok az államnak, még ennyi értik. Úgyhogy itt vagyok, hogy tanúbizonyságot nyerjen az a tényállítás itt mindenki előtt, hogy a mögöttem való, azaz az én balomom, maguknak a balja, nekem meg a jobbom, hogy az a Frank Castle úr, az bűnös mindenféle vádpontban, amit önök itt felhoztak ellene, az illegális fegyver, a drog, a szexuális zaklatás és a hamis iratok birtoklása és terjesztése vádpontban ő tényleg bűnös, ahogy elmondta itt a barátom a Kelemen, aki most nincs kabátban. Jó napot! Ott rohagytam a kabátomat, mert uram, és ezt mehet, hogy alátámasztani. Hát azzal tudom alátámasztani először is, hogy tényleg többször is a szexuális abáltam miért az engem. Miért ruhányozni ülve? Mert hogy... Uram, és ezt javaslom, hogyha ilyenek történnek, akkor pszichológust kéne igénybe venni. Elnézést. Azt történt, nézze meg a számot, nagyon megvert egyszer, és tényleg megpulkázott. Látja a számot? Oda mehetek, mert elnéz is biztos. Na, nézze, mit csináltál, segít barátoddal. Nézze meg a számot, látja? Igen, ott látom, hogy fel van ebben. Nézzék meg a számot, tudom, hogy néz ki. Nyugodjon meg. Bocsánat, csak ez mindig olyan fájó volt. Fáradjon vissza a pódiumra, jó? Jó, jaj. Szóval a szám az azért ilyen, amolyan, mert... Itt a mögöttem helyet foglaló Frank Castle folyamatosan szexuálisan bántalmazott. Úgy indult az eset egyébként, hogy 2 nappal vagy 3 nappal ezelőtt én meg a barátom
nagyba lazulgattunk volna, de kapott tőlem egy autót, hogy majd azzal járjon a boltig, meg vissza, mert hát ugye reumás, meg félig csípőficamos az öreg, stb. Tudja, az öregkori betegségek mind egyszer ütöttek ki rajta, Frány öregkor, és hát becsatlakozott hozzánk a Frank Castle úr, az ő édesanyjával egyébként, aki nem jelenik meg, mert csak a bűnösök futnak el, én ezt mondom mindig. És hát én meg a haverom mentünk két külön autóval, de beszállt hozzánk a Frank Castle úr, és azt mondta, hogy ő akar vezetni. Mondom, jó van, mivel félek tőle, hátraültem az ülésen. És hát az az igazság, hogy megálltunk néha napján, mert a péniszét a számba gyömöszölte oda hátra, amikor is megláttam, hogy jön a rendőrség, és rám kiabált az édesanyjával együtt, és meg fenyegettek, hogyha nem mászok előre, akkor engem ki fogják taposni a belemet, de utána még Lali magáéra is tesz. Ezt mondta nekem. Meg szeretném óvni ezt. És beszartam. Segíted óvni magát. És az az igazság, hogy amikor megállítottak minket, én előre másztam, mert ugye megfenyegettek. És amikor engem megfenyegetett a Frank Castle úr meg az édesanyja, nagyon megijedtem. Már kiszálltunk a gépkárműből, és én az író plusz-minusz kollégának, aki nem tudom, hogy merre van, meg az ő brigádjának, itt a lerúgott bicikli arcúaknak mondtam, hogy hát igazából elnézést, csak indulatosan vagyok egy kicsit, szóval mondtam, hogy mi a stájsz, hogy drogot árulnak, papírokkal kereskednek. Egyébként engem ő itt, az az úriember, meg is vesztegetett, hogyha nem vásárolok tőle hamis szemét, akkor az éjszaka megint a magáival fog tenni, és az ánuszomat akkorára tágítja, hogy két kamion is be tud majd parkolni. Hálasabban, hogy ez meg is történt utána. Ez megtörtént, tudja, többször is előtte. Nem szégyeled magad, Lajos? Nagyon rossz. Szeretnék mondani valamit. Bárítjön szépen. Zsolt, kösz a 8 hónapot. Szóval amikor bementünk, megállítottak minket, én is tettem, és itt a hatósági személyek, akik az állampolgárokat védelmezik nap, mint nap, kemény munkával előállították őket, és bementünk a Street Patrol egységébe, ahol ismételten elmondtuk a vádpontokat, de sajnálatos módon, hát el kellett jönnünk időbe, mert hát nem találtak ellenük úgy semmit, és ezért vagyunk most itt szerintem, jaj. Vagyis találtak, mert állítólag, elnézést, bíró úr, ezt elmondhatom még, hogy az édesanyja ugye nincs itt, és nála drogokat találtak, és azt mondta, hogy úgy, mint hogy az cukorka, pedig nem cukorka volt, és az az igazság, hogy itt cukorka formában szokták terjeszteni a városba a drogokat. Tisztelettel van. Engem is futtattak egyébként, hogy árusítsam, mert hát az életemet el akarták venni pénisszel. Szeretnék bizonyítékot mutatni. Így van. De ez megtörtént. Megkérdem fenkeszőt, hogy egy pillanatig még maradjon csöndben, és hamarosan meg fogja kapni a szót. Mr. Troy Hyper, szeretném felhívni a figyelmét arra, az ügy elején közöltem önnel, valamint önökkel, amennyiben tárgyi bizonyítékok, vagy bármiféle dokumentum, ami alá tudja támasztani az ön mondandóját, van önöknél, azokat készítsék elő mindenféleképpen. Azt megszállt az ördögöt. Hogy zökkenőmentesen mehessen itt a tárgyalás. Biztos, igen, ez egyébként emlékszem rá, és itt azt, a Kelemen úr is mögöttem fogja majd szerintem tudni ezt biztosítani, hogy itt a mögöttem helyet foglaló anyakönyvezett Frank Castle Stevenson, Peter Stevensonnak adtak ki magát, és ezt a személyigazolványt, amit lássák, most így elmegszereztem tőle, még ő nem figyelt, elhoztam magammal, és szeretném ezt átadni önöknek. Hogy kérem, ezt használta fel, és ilyen néven futtatta magát, hogy nem kérem, úgy tegye ide az asztalra. Leteszem ide az asztalra, önnek tessék. Tessék, uram, ez volt itt a... Én ezt találtam a sátrába. Stevenson, Peter Stevenson, igaz? Rengeci. Mocskos szemétláda. A személyigazolványon Steve Peterson állának. Hoppá! Hát akkor Steve Peterson, Peterson, jó. Steve, én nem tudom. Ez mondjuk igazán nem mindegy, hozzátenném, amennyiben állít valamit, és ezt nem tudja pontosan alátámasztani akkor. De biztos urak, a... Na én beszélek egy pillanat, jó? Szégyen volna. Ez is kérek, én csak én mondtam, hogy valami Stevenson Peter vagy Peter Stevensonnak adja ki magát, de amit én mondtam, az ott van minden. De önök tudják, én csak jó akaróton, jó állampolgárként szeretném megvédeni a jogaimat, és azt is szeretném, hogy engem is megvédene, még le van aki. Szeretném. Köszönjük.
Mr. Troy Harper, kérem foglalja a helyet. Szeretném nagyon... a pódiumba szólítani Mr. Frank Castle-t, hogy meg tudja védeni magát a felhozott vádakkal. Jó napot, jó napot. Kabátomban van. Elsőnek is a személy igazolvány azért nem lehet az én birtokomba, mert tényleg Frank Castle-nek hívnak, és benne is vagyok a rendszerbe. De ez nem fontos, van egy bizonyítékom nekem. Milyen is? A mielőtt telefonomban. Egy kérdésem lenne igen. Azért. Mivel egy bíróságra érkezett, nagy valószínűséggel valószínűsítem, hogy önnél van bármiféle személyigazoló okirat. Gondolok itt jogosítványra, vagy akár személyigazolványra, fegyvertartási engedélyre, vagy akár TB kártyára. Ezek közül rendelkezik bármelyikkel is. Nem, mivel a kollégájuk, mikor átkutatott, neki is mondtam, hogy lejárt az a személyim, és még a kormányablakban van. Még várakozok rá. Más pedig nincs. Szegény Lajos. Rendben, folytassa. Ennek utána jár. Még szóval folytassa. Azt mondták rám nagyon sokszor a Joker is, meg az öreg is, hogy egy szexuális ragadozó vagyok, és hogy megerőszakolom őket mindig. Ez így van. Szeretnék mutatni egy bizonyítékot. Amikor ültünk az öreggel, egy automosó mellett, egy ladában. A zene hangos volt benne, de itt tisztán hallatszódik, hogy ő kér meg engem, hogy kapjam be neki. Ez hazugság, ezek megmutatom a uraim, csönde! Zsolt, kérem akkor. Azt akarom, milyen régi ez a videó. Ez a stream. Mondom, hogy egy 3 éves. Jó, van, Alex, tudod, mikor adom vissza? Nem, 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 nem dobra, megállítanítja, jó? Hallottam, én hallottam, hogy hallani kell. Tiltakozok! Már most. Urak! Ez lenne a bizonyítékom, de nekik semmilyen bizonyítékuk nincs. Én elmondtam, hogy valóban volt nálam fegyver, droga az nem volt nálam, illetve hamis okirat sem. Az és mivel tudja alátámasztani, hogy mondjuk az édesanyjánál miért volt elvileg korka, ami a beazonosítottak a rendvédelmi szervezetek, hogy szervek, hogy azok drogok voltak, mondja meg. De ezt valóban beazonosították, vagy csak a Joker mondta? Nem, rendvéd, itt van nálam a papír, hogy be lett azonosítva a rendvédelem részéről. Hát azt én nem tudom, édesanyám miket tevékenykedik. Én az a híd alatt vagyok. Mocskos. Híd alatt van, de azért elég sokszor ha mozog az édesanyjával, azért az kicsit nem összeköt. Hát nem persze, hát családi ebéd, meg ilyenek. De hát Jokerék is mindig átjönnek. Ferko, nagyon szépen köszönöm, hogy szubgiftet. Ez hazugság. Csak ha kényszerítesz, akkor megyünk át. Megbersz minket. Rendben. Mr. Frankhouse-szal, akkor szeretném, kérem foglalni a helyet, köszönjük szépen. Szeretném szólítani a rendvédelem részéről. Hazug vagy Lajos. Mr. Kolompár Zero hadnagyot. Ismételten, hogy ismertesen... Nem vagyok hazug. Az eljárás menetén lekapcsolatban. Benne fotózik. Rendben. Megkérem a jelenlévőket, hogy a fényképezőgépeiket, illetve a hang- és képrögzítőre szolgáltatókat tegyék el. Köszönöm szépen. Ez a bírósági kamara területén nem megengedett. Amennyiben nem tudják... Neked hüttem. Amennyiben használni fogják, továbbra is a rendőri kollégák ki fogják magukat vezetni a terepből. Te is ezt a rendőrt nézni? Breakers.
Nézem, milyen pinálja van. Mr. Colomper Zero volt nagy, kérem, akkor kezdje. Ismételtem, üdvözlöm a bíróságot és az egybegyűlteket. A folyamatot annyival kiegészíteném, hogy itt ugye itt az úriembernek az édesanyja nincs jelen. És az édesanyjánál volt a kábítószer és a hamis okmánya. Márk, kösz szépen a szubat! Ez valóban szépen igaz, hogy az úriembernél csak illegális lőfegyver és 50 darab illegális lőszer volt található. És mivel nem jelent meg az édesanyja, én szeretném itt a bíróságot kérni, igazából kérvényezni, hogy az édesanyja ellen egy elfogató parancsot adjunk ki. Elnézést, az ügyészség mindenféleképpen körözést fog kérni az édesanyja mellett, mivel jelenleg a tárgyalásról nem felelősségre van ható. Faszát vedd be! Ez esetben elfogató parancs lesz ennek kiadva, amennyiben a tárgyalás végéig ő nem jelenik meg. Megértettem. Nem most viszont akkor Mr. Frank Eszer ügyével kapcsolatban kérem ismertesse azért még egyszer velünk itt az eljárás menetét. Felkókosz a 9 hónapot. Mert Mrs. Sweet Jen a mikrofonja nem igazán működött teljesen. Én adok neki egy mikrofont szívesen. És problémák voltak, szóval tudnám ők ismertetni az eljárást, kérem. Persze. A kockaparkhoz kaptunk egy bejelentést. Erősítést kértek, és kiérkeztünk oda a járőrtársammal, aki sajnos ma nincs szolgálatban. És miután átkutattuk itt az úriembert és édesanyját, édesanyjánál kábítószer gyanús anyagokat találtunk, és ismeretlenül okmányokat. Kedves úrnál pedig illegálisan tartott lőfegyvert és 50 darab illegálisan tartott lőszert találtunk, nem tudták igazolni magukat. Majd miután bevittük őket az őrsre, kihallgatásra, közben a kollégák megnézték az kábítószergyanús anyagokat, és kiderült, hogy ő ecstasy tabletták, és a hölgynél 50 Balázs, kösz a két hónapot. Nagyon szépen kösz. Szert találtunk. Képet láttad az ne? Azok mindegyik lejártak. Képet láttad ne? Darab, amit találtunk nála, lejárt. Andrew, kösz a fél éve. Új badge-ed van, testvér, nagyon király vagy. Ugye elvettük tőle az illegális lőfegyvert és az 50 darab lőszert. Ez kilóg a csöcse. De ugye nem volt nála semmilyen papír, hogy magánál tarthat lőfegyvert és lőszert. Ezután az ügyészségre vittük az ügyet, és hivatalból feljelentettük őket. Rendben, akkor egy pár keresztkérdésem azért lenne. Hogy kell elájulni? Lehet elájulni? Szeretném tudni, mi volt a bejelentés tárgya, mivel a kockaparkhoz mentek, ugye? Mi volt a bejelentés? Ez egy erősítés kérés volt, mert ugye 2 darab gépjárművel érkeztek ki, vagy voltak kint, és ugye 1 darab járőrettség tartózkodott éppen az igazoltatás során. Tehát az igazoltatás véget hívtak erősítést a kollégáim. Így van, igen. Gondolom a kollégái ismertették önnel a körülményeket, így szeretném tudni, hogy miért volt olyan fontos félreállítani őket. Rolik, mi volt az az igazoltatás elkezdéséhez? Hát ahogy visszaolvastam a jelentéseket, ez egy egyszerű igazoltatásnak indult, egy közúti igazoltatásnak, csak mivel 2 darab gépjárművel voltak 4 darab személy, és a járőrtársaim pedig csak 2 voltak, így erősítést kértek, és én érkeztem. Fergo, kösz az ezres pénz! Pénz! Köszi szépen. Rendben, akkor... Rózi Imádónak hívják. Rózi Imádó? Mr. Frank Eszer édesanyjánál azt állított, hogy találtak 50 darab lőszert. Ezt lehet tudni esetleg milyen típusú lőszer volt? Bocsánat, nem az édesanyjánál találtuk az 50 darab lőszert. Mr. Frank Eszernél találták a lőszert, az édesanyjánál 50 darab kábítószert találtak, ami egy kiderült azonosítás után egy ecstasy cukorka formájában, valamint 4 darab hamis okiratot, ugye? Így van.
Rendben, akkor a hamis okiratokról esetleg emlékszel, a jelentésben szerepel, hogy milyen névvel szerepeltek az okiratok, valamint milyen okiratok voltak, személyigazolvány, jogosítvány, hogy mire kell gondolni? Hát sajnos nem én intéztem tovább ezeknek az okmányoknak a sorsát, de ahogy kollégák beszámoltak, ez 4 darab személyigazolvány volt, és 4 darab férfi embernek a személyigazolványa. Rendben. Ó, ember, de meginnék egy cukormintusat. Ugyan, Raim, továbbra is tartsuk fel a csendet, köszönöm. Ezek után akkor szeretném kérdezni, ugye, Mr. Frankeszül ellen felhozott vádja még az, hogy 50 lőszert találtak nála, akkor ez pontosan milyen típusú lőszer volt? Az 50 darab 9 mm-es lőszer volt. És a lőfegyver típusát beazonosították-e? Az egy alappisztoly volt. Nézem, hogy mik vannak. Egy atomot, nem is alap, egy atomot a pisztoly volt nála, bocsánat. Rendben, köszönöm. Rendben, köszönjük. Akkor Mr. Kolombár Zero visszamehet a helyre, köszönjük szépen. Ismét szeretném felszólítani a pódiumra, kelemen, Lajos urat. Ú, mennyi a kabát? Jó napot kívánok, tiszteletem! Ismét jó napot, kiskezi csókolom. Kérem a rendőrurakat, hogy ott a medve kinézett úriembert vezessék ki a teremből, jó? Köszönöm szépen. Én megállt szeretnék hirdetni itt a bürokrácia, és az elítéltekkel szemben. Kérem szépen, medve úr, jöjjön. Tiltakozom. Többi teremben lévő urat, hölgyet. Uram, normális keretek között is folytathatjuk, jó? Köszönöm. Ellenkező esetben mindenki kifárad. Így van, ki lesz párodba? Már most is ki vagyok párodba egy kicsit, mert megterhel engem ez az egész. Jó napot kívánok, szeretnék felszólalni. Először is Lajos felé fordulok, és szeretném felszólítani, hogy az előző felvételt azt egy AI-jal generáltam, vagy valamilyen trükkfelvétel volt. Színvallások. Így van, te hazudjál. Soha nem hangzott el ez a beszélgetés köztünk. Kizárólag heteroszexuális kapcsolatokba veszek részt. Tisztelettel, és továbbra is állítom, hogy egy társadalomra közbeszélyesen viselkedő, egy kiéhezett fogaskerék, egy szexuális ragadozó, egy predátor a Lajos. És szeretném a bíróság figyelmét újra felhívni ezekre a tevékenységekre, hogy ki kell szorítani a társadalomból ezeket a bűnösöket. Köszönöm. Köszönöm, mert Lajos által felszorított Frank Castle urat szeretném Zsolt megkérni arra, amelyben szeretném megvédeni magát az AI által generált hangfelvétel vágyával kapcsolatban, azt megteheti úgy, hogy közli velünk a hangfelvétel létrejöttének dátumával. Igen? Egy pillanat, és meg is mondom, csak meg kell néznem a telefonomba. Egy pillanat. Valamint annak formátumával és előzetes készítésével elnézést. István, köszönöm. Ez egy MP3 file, amit a telefonomban van egy alkalmazás, a hangrögzítő. Ezzel vettem fel, és ez pontosan 2020. augusztus 30-án történt. Hát akkor itthon sem eset... volt a hazugság. Elnézést, ha jól gondolom, mai nap 2024. január 19-ét írunk, ugye? Ja, elévült, igen, azt elévült. Akarja mondani a bíró úr. 2020 óta sok víz lefolyt a Dunán, hát, mondhatnánk igen, akár így is. A 4 éves felvételt felhozni, az úgy kicsit bolyos. A 4 éves felvétel, amennyiben szeretett volna élni ezzel a váddal, azt még akkor kellett volna megtenni. Így. Simpson, kösz szépen! A PR 2-re való frissítés nagyon egy király, vagy köszönöm, Alfa, hát, kösz szépen! Megbocsátok neked ezért a gusztustalan húzásodért, Rajos, tisztelettel mondom. Mivel Jézus Krisztus is megszólalt egyszer, mondtam, hogy semmi kérem, Mr. Lajos, foglaljon helyet. Köszönöm szépen! Köszönöm. De megtörtént, hát, megtörtént 4 éve. Franklin nevű úr. Hazugság ez az egész, ami itt történik. Siposéknál is voltál, azt se ismertem be. Csendet kérnék tovább. Csönd legyen már. Érted? Csönd legyen már! Jó, mert ne idegeskedjél, mert bazd meg, hova idegeskedsz? Én nem káromkodtam magával. 11-ére kérem meg, hogy maradjon csöndben, hogyha nem a pódiumon van kint. Köszönöm. Jó, rendben. A bíróság részéről bírók, visszavonulunk tárgyalás. Az ítélet meghozataláig. Így van, visszavonulunk. Jaja. Vagy mi nem? Hamarosan visszatérünk önökhöz, és kitérdetjük az ítéletet. Eddig egy kis rövid szünetet tartunk. Bíró úr, mehetek magukkal? Én is visszavonulok. Megkérem, hogy kövessenek minket, köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy neked szól. Rádióteremben is megkérném továbbra is a csend megtartását, köszönöm. Köszönjük szépen. Viszlát. Jól a kecske, hát. Ó, öreg, ezt tudni nyerjük, hát... Á, mert Lajos szopni fogul. Mi nem csináltunk semmit, másrészt éjjel jobban jött ide, tudod, stb. Ő csak gyerek. Le se tudom írni, hogy éjjel. Hát éj, pontos éj, meg állj. He. Te sem adtad a rendőrök, mert jó senki van. Rendőr csávónak, úgy meg kívántam. Kezdj csókolom. Rendőrasszonsággal lehet beszélni? Mert van egy közös ügyünk itt nekünk. Nekem? Nem, nekem. De a kisasszonyja. Ide zsoroljuk a fületről. Hát ez akarom... a még azt se tudtam, mi az, hogy ér. Nézd azt a rendőrdőt, ki akarom szopni a lyukát neki. Majd tárgyalás után beszélsz vele. Úristen, oda nézzél már. Ez egy dohányzó vagon? Tisztelettel, fakabátok. Nem dohányzó. Hát de én dohányzok, egészen orvos felírta. Akkor hol lehet dohányozni? Jó, akkor se lehet itt dohányozni, uram. Ki már tud dohányozni? Miért nem lehet? Hát rendőri jelenléttel ki lehet jönni, igen. Lehet dohányozni? Kit lehet? Kit lehet kint dohányozni, pöldök. Igen. Merre? Kikésérem önöket. Tud nekem segíteni? Uraim, most nincs lehetőség sajnos a cigarettázásra, a bíróság perceken belül vissza fog érkezni. Nem. Az mi nálad volt a kabátomba? Ezt itt találtam, le volt támaszva. Kérem szépen, tegyed le. Uram, legyen kedves letámasztani oda a sarokba, jó? És jó, üljön vissza a helyére, köszönöm szépen. Nem vihetem el, mert nem alumínium, nem leadni kell, vagy ilyesmi. Csak pont, hogy ilyen tábla hiányzik. Nem mondják nekem, ez hulladék, nem? Éj már le. Kidobják ezt? Csak a pika. Nem vihet ki a bírósági teremből semmit. Mert maga mélyen szigorú? Maga buzi vagy mi? Bocsánat. Jó. Még mindig olyan szigorú. Látott te soha azon. Karácsonykor is így viselkedik? Hm? Karácsonykor? Persze. Vigyázz be áll a család. Úgy van ajándékoztás. Szomorítsa meg a jó Isten. Valaki be akar minden. Mit soza? Aki azt mondtam, valakinek minden bevenném neki. Tényleg? Azt a kurva. Te se azt mondtam, hogy ez a vörös a jó rendőr csávhoz meleg. Ülj le, jöttek, egész Lajos. Igen? Csináltam semmit. Mi a helyzet? Ki van? Be van már szappanyozva a lyukat? Hogy ne szúrjon. Na jaj, most ülni fogsz szívesen. Kacsak, gyerek. Kis kacsak, miért most én megyek a börtönbe? Na, van, fejezzem, mi? Énnek szívesen. Urak, elég. Ne, fejezzük hát már be a káromkodást, jó? Senki, hogy nem a kocsmálom, uram, nyugodjon meg. Nem akarok a börtönbe menni. Tiszta ideg a gyerek. Nyugodjon meg, uram, legyen szó. Majd a bíróság eldönt. Na, ezt a biztosítékot kibaszta magánál, látja? Látod, öreg? Kérem szépen, ne verekedjenek. Lajos, azt tudod, hogy ide kimegyünk. Megyek anyádhoz, azt lerugom a villanyórát a passzomba. Mármint, hogy beszélgetünk vele, mint két barát, egy. Nem fogom rúgni. Elplexelem a gázcsövet is. Az mondjuk menni. Ez elájult. De öreg, minek pont a villanyaórát, he? Hát mert újra kell fizetni a telepítést. Szólj anyádnak. Nem akarok a bőrtöbe menni. Én nem biztos. Kamán, te hingeci! Vissza fogok vonulni döntéshozatalra, hamarosan. Szarva össze. Vald be inkább, hogy csináltad azt a trükkfelvételt. Jaj, generáltad, mikor csak gyerek? Öreged, nem tud trükkfelvétel. Dehogy, de ne hazudjál. Hát zöld ladában voltunk, nem emlékszem. Sosem volt zöld ladám. Ez is hazugság.
Meg lehet nézni. Fogmágy irodába. Esküszöm, hogy nem fogsz le, megöllem itt mindenki előtt. Uram. Nem bírok most lefogni, bazd meg, nem fáradt vagyok. Békezzük magunkat, uram. Békezzék magunkat, fejezzék be. Itt átszanak. Kérem, adj arra, legyen szíves. Nem akarok a börtönbe... Mit történik itt, bazd? Mindig elindul valami. Figyelj, Lali, nyugodj meg, mész utazni, jó? Eutanáziába elutazó végre, valahára, hogy beszéltük, tudod? Megvan a jegy. Az mondjuk jó hely. Ja, ugye? Kicsit, igen. Holnap felvételizek, sok sikert kívánok. Egy pohár vizet kérhetnék. Elnézést, de megy a buszunk erre, mi azzal jöttünk most, nem tudom mennyi idő. Busszal vagyunk. Jegyet fizeti a bíróság? Köszönöm. Bocsánat, lehet igényelni a szociális segélyeket? Kolompár Zero kapitány. A bírók meghozták az ítéletet, folytatjuk a tárgyalást. Ah, jó, oké, köszi. Az hányos az ügyünk? Cső. Raj minden. Na most izé, véged van, Lali? Viszont. Tisztelt síróság. Tisztelt jelenlévők és bíróság. A hadbíróság meghozta az ítéletet. A következőképpen döntöttünk. Mr. Frank Castle, terhes. A vádak önök ellen, amit bizonyítani tudtak, az illegális fegyverbirtoklás, valamint az illegális lőszermennyiség birtoklása, valamint az okiratok hiánya az igazoltatás során, ezen kívül önre tárgyi bizonyítékot a szexuális zaklatásra, valamint a testi sértésre, ezekre nem tudtak mutatni, így ezeket a vádpontokat önökkel ejtjük. Micsoda? Tárgyi bizonyíték. Hallgassuk végig a bíró úr, az érték nem jelent meg. Hallgassuk végig. Csöndet a teremben kérem. Így ön egy pénzbírsággal, valamint közhasznú feladat ellátásával fogja ezt ledolgozni. Mármit kicsoda? A Frank maradjon ott a csöndbe! Mr. Frank Castle. Az más. Amit megválasztott, hogy ezt jótékonysággal, vagy esetleg a kockateret szeretné felsöpölni teljes mértékben. Ezt majd még a bíróság kiszabja. Ebben választási lehetőséget adom magának, viszont a pénzbírság az fix, tehát az mindenféleképpen. Az édesanyjával kapcsolatban pedig annyit tudok mondani, mivel a bíróság idézés figyelmen ki a vádpontok közé sorolódott, és a beazonosított cukorkák, amiről kiderült, hogy extazi, valamint 50 darab volt ebből nála, így az illegális kábítószer birtoklás, valamint a hamis okiratok birtoklása és a bírósági idézés figyelmen kívül hagyása véget. Igaz. Elfogadó parancsot, valamint körözést adunk rá, és amennyiben megtaláljuk, mindenféleképpen előállítás, valamint börtönbüntetés nem fog részesülni. Hoppá! Undorító! Undorító! Semmibe veszik a izét, hogy megbaszott téged. Ugye? Szégyenül magát az ilyen. A pénzbírság mennyisége a következő. Egy pillanat, és felsorom. Ugye, ilyen köcsök, mert perkálni fogsz. Mennyi a pénzbírság? Az összes. Zsolt, köszi 9 hónapot. Ugye, mivel a pert... Elnézést lehet hallani, itt a mikrofon nem tudom működni. Persze. Én nem hallom magát. Halljuk, bíró úr. Szóval, mivel a pert, Mr. Troy Harper, valamint Kelemen Lajos indította, és ön találtuk bűnösnek, ezért a perköltség nyilvánvalóan az ön terhére fog lenni. Valamint az édesanyja terhére. Így van. Így kettőjüknek muszáj ezt kifizetniük. Ezek mellé sorulódik még. Elég legyen már a kocogás. Valamint az illegális lőszerbirtoklás, illetve az édesanyja ellen felhozott drogbirtoklása, illegális drogbirtoklása, bírósági beidézés figyelmen kívül hagyása, valamint a hamis okiratok birtoklása,
meg bizonyítást nyertek. Így ennek fényében a pénzbüntetés összege pontosan... Mondja ki! Maradjon már csöndbe! A pénzbírság összege 826.580 Ezt a faszt! Az amerikai bírósági végrehajtókkal részére, valamint ebből, valamint... Ne ordíts ebben! Miért elpiseljed pérpikét? Pakold ezt a ruháidat! Vezessék be az elhetetlen. A 826.80 dollár az amerikai bírósági végrehajtókkal részére, valamint ezen kívül a perköltség része. Nyilvánvalóan Mr. Troy Harpernek és Kelemen Lajosnak fog. Mi? Miről beszélsz, te hülye vagy? Fog juttatni. Ja, bocsánat. Ja, az nem magára fordtam elnézést. Ami, ha, igen, figyelj, mennyi? Ami továbbá 425.000 dollár. Mi csoda? Tartozol, Lali geci, tartozol. Csönd! Kérjetek egy zsebkendőt. Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte. Máté, köszi 8 hónapot. Nagyon szépen köszönöm, Máté. Köszi. Most mi a faszom van? Ezt imádom, geci! Rendes visszhangzott. Milyen geci szagban kipingott? A tárgyalást 2024 első 19-én 21 óra 20 perccel bezárom. Fellebezésnek nincs helye. A bírósági tagok visszavonulnak. Köszönjük, hogy részlettek a kihallgatáson, illetve a tárgyaláson. Köszönjük szépen! Szép napot mindenkinek! Visszatokézzen megkérem a rendvédelmi szerveket, hogy a büntetés szabályokon kívül. Éjjel! A közmunkát pedig önöknél tudja elvégezni. Kérem szépen, tegye le a fásdőt! A szöveget megkérem, hogy a felesleges dolgokat fejezzék be. Köszönöm szépen! Termet, jó? Hallgálják meg, kérem szépen. Mikor adod meg a tasszúzást? Kérem szépen, hallgálják meg a tessék. Mikor adod meg a pénzt? Hagyja el mindenki a termet. Nem hallom. Mikor adod meg a pénzt? Megyünk is, tiszteltem, viszlát, viszlát. Adom majd a szalácstajás, viszlát, kezű csókolom. Halló, szia! Menjünk szerintem, figyelj csak, te meg drogadjál meg, érted, hogy ellenünk... Szégyes magad vagyok! Hát de te is ellened, tanúskodtad. Mi nem ellened, mi mellette tanúskodtunk, bazd meg. Melletted, így van. Jó van, biztos úr, bocsánat. Én végig melletted nem tudtam. Legyen szíves, elhagyja a termet. Úgy mondom, ez a sokadik felszólításra kérem, jó? Hagyjuk el a termet. Jó van a biztos úr. Már, menjenek kifelé. Nem tudok kimenni, mert megbotlok a biztos úrban. Kiskezi csókolom, rendőrasszonság. Kérem szépen, hagyja békén a nőt. Milyen biztos, hogy hagyja békén? Hagyj köszönjek már, figyelj, csak te nem otthon vagy. Verd alá a tuckost, hát! Meg lesz baszva a gázsi, csak mondom. Fáradjon ki inkább. Jó, én is uram, mindenki. Szevasztok, szevasztok, tojások, mi a helyzet? Üdvözletem! Máté, kösz szépen! Sok csepes bán. Szuba. Hol a Joker? Meg a kocsija. Elnézést, jó napot kívánok! Jó napot! Ez milyen buszjárat ez? Ha, 60 fele megyek? Ez a 3-4-es. A Rencse Cyber, a TBC is gecik vagytok. Szevasszó! Van igazság! Nyomj a drózsi! Köszönjük, hogy eljöttek és végignézték az igazság pillanatát! Így van, győzött az igazság! Bűnöső bűnhődjel! Viszontlátás! Az igazság! Bűnhődjél! Máté, kösz szépen! Hát Lajos, nagy szégyent hoztál a családra. Ezt el kell, hogy mondjam.
Aaaaaah! Azt a kurva. Zsolt, kösz a subgiftet. Azt a kurva. Lyukat ki van már tágítva, Lajoska? Hát, bent tágult egy kicsit. Nem, mert szükség lesz rá. Uha. Na, figyelj csak, végre kiszállt a Joker, kettesbe maradtunk. Igen. Na, gyere csak ülj be mellém előre. Igen. Te már bepróbálkoztál ezzel a régi történettel? Hát, ha? Valamivel csak meg kellett védeni magam. Így kiadtad a közös titkunkat? Ha? Tudod, hogy mi lesz ennek az ára, kis Lajoska? Mi? Na, mindjárt meglátogatjuk a kocsimosót kisgyerek. Micsoda? Érted? Azt a kis szőrös mikrofonban lehet magyarázkodni. Tudod? Szophatod a paszt. Érted? Nem te köcsög gyerek. Kurva anyád! Tesse! Most egy tudod mi van? Miért ütöttél azt a szemembe? Hát örülnek, hogy a szemembe ütöttem. Mert ott a másik, abból kettő van. Jó, igaz. Te rohadék. Igaz. Szálljál ki pele. Igen. Szálljál ki pele, megmondtam! Jó, csak az ő beragad. Jó, mikor fogod ide adni a pénzt, amivel tartozol most, hogy megítélték a pénzt? Ha? Hát most még az össze kell szerezzem. Hát már késő, meg kamatozik, tudod. Mi? Bizony, bizony, hát hogy ne. Hát kamatok vannak. Nem úgy van csak úgy a nagyvilágban. Hát mit képzeltél? Hát akkor elsőnek neked kell kifizetni? Persze. Mennyi volt? 830 ezer? Hát meg 420 ezer, úristen. Aha. Ha, azért mondom, pörögjél be az, hogy a villanyóra. Értesz? Jó, de hát a villanyóra nálunk nincs is. Hogy néz ki egy villanyóra? A momba gyártják azokat, nem? A geci se Szalkán, tudja, a momgyárba. Faszom tudja, geci se érdekel. Na, figyelj csak, megyek aludni. Készítsed jó. Össze a pénzeket, jó? Rendben. Faszodra lesz tépa, hagyat lesz előtt, mert rébarc. Öreg, nem haragszol rám azért. De, szégyed magad, mindig csalódást okozol. Öreg, légy színe, ne haragudj rám. Nem érdekelsz engem, te Lajos. Megmondtam. Öreg. Erígy már a faszomban, ne bőgjél itten. Jó. Már megy van a cukrom. Összeszedem magam. Úsz és evesz. Úsz és evesz. Na, srácok,